igazából jót érez. Tehát megkezdted, mit érzel, azt mondta, jót érzek. Jót érzek. Jót érzek, Gabi? Jót érzek. Én nagyon jót érzek. Úgyhogy jó a buli. Igazából nagyon nehezen indult be. Gabi, neked nehezen indult be? Nagyon nehezen, mert bejöttük, ez volt a bent ide. Igen. Szóval, ja. Nem tudom, fölre töltjük a videót, meglátjuk a gyereket. De jót érzek. De jót érzek? Jót értek. Maradjunk ennyibe. Szavasszok, gyerekek. Kurva szar a buli, gyerekek, nagyon szar zenék vannak, fasz ki van a buli, de nem bír normális zenéket játszani, úgyhogy valószínűleg megyek haza, faszok a rendszakára. Itt van Gabriel is, aki kibaszott mondja a bulit velem együtt. Pedig normális zenék, mert most már nagy szarok mennek, igaz, Gabi? És most már nem érzek abszolút jól, már nem érzek jól. Hát én azt mondtam, hogy jól kérdez, de most már nem érzek jól. Ciao. Sziasztok, kedves srácok! Megyünk hazafel a Gabriellel, mert nem mondhatni, hogy jó volt a buli. Mondhatni azt, hogy rakás szar volt a buli, de a Gabival... Voltak jó pillanatok, úgyhogy jó. Gabi azt mondja, hogy voltak jó pillanatok, én azt mondom, hogy voltak jó pillanatok. Tehát volt, amikor azt mondtam, hogy jót érzek, de... Több, de legtöbbször nem jót érzek. Legtöbbször nem jót éreztem, tehát szart éreztem. Szóval, ja, ásgány. Fingszak volt, Gabi? Hát, ja. Kifelé menet is, azért valaki volt, hogy a galambot, ahogy mondtad. Most ez ilyen zöldébe menet című, mint a Parkinson kóros is szokott nyomni. Nem zöldébe menet, hanem volegyből jönve menet német. Okostelefon 4000 vakú. Jönve menet. És kivakúzzuk a szemünket, úgyhogy ezt übereljétek, kedves Parkinson kórosék. Egyáltalán, hogyha felkerül ez a videó YouTube-ra, nem tudom, mert nem tudom, hogy vállalható lesz a fejünk, illetve az arcunk, gyerekek. Milyen lányok, Gabi? Milyen lábakat látsz, az meg? Hány lába van? Négy? Hát akkor spók. Az asztal. Kecske. Szóval, ja, de mi volt, Gabi? Mi volt az, ahogy hívják? Várj, ezt kikapcsolom, mert vannak ilyen történetek, amiket nem szabad, hogy tudjatok. Szóval, igen, Gabriellával leveszítjük a dolgokat. Szóval hazafele tartunk, illetve home, jönve home-ba. Parkinson kóros, illetve Bobby HC, vagy mi az? Bobinson, igen. Tehát a Bobinson egy gyűjtő névként lehet említeni a Bobinsont is. Itt van velünk Gabriel, megyünk éppen át a Zebrán átmenve, 4232 plusz vaku 10. Úgyhogy igen. Itt van velünk Gabriel is. Hello. És megyünk hazafele. Nem mondhatni, hogy jó buli volt, minden mi átmenjünk, mert ugye piros van. És szarunk rá. Gabi ez nem mer jönni, mert fél ő. Ő fél. Annyira fél, mint az állat. Én nem félek. De most még kell félni, Gabi? Most már az ő van, látod, villog. Pont átérünk, amíg izé. De az is durva, hogy basszus, ez a kb. Ez a lámpa, ez 5 másodpercig villog, aztán csócsolom. Ennyi, elolvaszik. Tehát a gyerek ember hogy menjen át a botjába? Most megint zöld van, láthatjátok. Várják, fel kell zoomolni, hogy lássátok. Tehát zöld van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kb. 6 másodpercig. Legyen mondjuk 10 másodpercig. 10 másodperc alatt a kutya nem ér át ezen, bazd meg. Nem, Gabi? Ja. De hogy látod? Megint zöld van. Ennyi. Ezt nem értem mondjuk, hogy még egyszer rázumolok. Megint zöld van, láthatjátok. Tehát nem értem én ezt az egész ASKFM rendszert. Hogy van itt? Azt látom, Gabi, hogy egy kibaszott nagy tócsa van itt előttünk. Tócsa. Valahol megállunk, Gabi, cigizni? Nem. És kedved? Menjünk faszba haza, ha már jöttünk. Gabi azt mondja, menjünk faszba haza. Na mindegy, srácok, valószínűleg majd még folytatjuk ezt a videót, ha nem, akkor minden is elköszönök tőletek. Mi? De voltak jó zenék, be kell vallani, de én 80%-ban egy hulladék ez egész. Tehát DJ Gyuri, én ha nézed ezt a videót, akkor azt üzenem neked, hogy ezt az R&B stílust ezt felejtsd el a faszomba. DJ stílust felejtsd el. Tehát ne legyél DJ, menj inkább vissza. Menj inkább kapálni. Szalagmunkára, vagy kapálni, azt mondod, Gabi? Menj kapálni, bazd, de ne DJ-skedjél, bazd. Azt mondja, Gabi, ne DJ-skedj. Nem az igazi, tehát Gyuri, ilyen R&B szarokat, meg ilyen hip-hop fosokat ne rakjál be, mert tényleg csak megölöd a bulit. De aranyos volt a srác még igazából, engem észrevett. Kiszúrt a tömegből és azt mondta, hogy ooo, szavaz, mint hogy megismert volna. De mindegy, Gyurikám, azért tényleg ezt hanyagold ezt a pályát, mert nem látok sok jövőt nálad. Vagy ha esetleg igen, akkor ezt az R&B és hip-hop stílus, ezt hagyd el a faszom, mert ez tényleg búz és nagyon. Itt járunk jelenleg. Kossuth, pizzeria, stb.
Így van, itt szoktunk kajálni, galvedós nem kajálunk, mert nem vagyunk éhesek. Hú, hazafelé tartunk, srácok, és... Szóval igen, véletlenül megnyomtam a lezáró billentyűt. Gabival megyünk haza. Tehát egy nem is tudom milyen bulit zárhatunk magunk mögött, egy 10-es kanállal lehetne értékelni, Gabi, mit mondanál erre? 3-as. 3-as volt szerinted? Hát annyi volt, hát. Hát én nem mondanám. Nem mondanám 3-asnak, azért annyira nem volt jó, de... Hát egy 3-asnak mondtam. Mondjuk egy 2-esnek, én azt mondom, hogy... A végére megjöttük a lányok és minden. Nem volt. Voltak lányok is, Gabi? Volt egy lányok. És hogy tetszettek? Nem volt egy kettő. Volt egy-két azért, ami azt mondod, hogy azt a kur... Ezért ezt ismerem is. Hoppá, van. Azt a... Akkor leültünk a fotelba, akkor mögöttünk ültünk. Mögöttünk, vagy ő, mögöttük ültünk? Mögöttük... Mögött... Vagy mögöttem ült. Csak. Így van, tudom melyikre beszéltem. Honnan ismerted a Gabriella? Amikor még a izébe kis busit csalogtam. Már hiprő vagy, mi az Isten? Nem, akkor izé, ott táncolt. Ja. Akkor mentek kapuira egy is. Ja, nem tudom Gabi, én ezeket nem ismerem. Gabi az minden csajt ismer, rengeteg bajot ismer a Gabi, csak kb. Felével még köszönöm, hogy itt sincs. De azért Facebookon be van ismerősen kerülve. Itt van egy virág. Szóval srácok, igen, ez volt a helyzet. A bebaszás közben csetőt sem volt egy olyan nagyon fényűző, de azért megcsináltuk, buliba is elmentünk. Azt kell mondani, hogy egy 10-es skála, egy 2-es volt a buli. Legközelebb reméljük jobb lesz. Akkor mit mondasz erre? Legközelebb kurva jó buli lesz. Gondolod? Aha. Hát küldtek meg, ki volt az ilyen katana meg ilyenek. Hát remélhetőleg jó buli lesz, én azt mondom, hogy... Az jövő hét úgy menni. Ha ilyen fos lesz, akkor nem jövünk. Lehet, hogy jövő héten nyomunk egy bebakus. Hát, fene tudja. Bebakus is kezd hanyatlani, ahogy észrevettem. Majd meglátjuk gyerekek. Na, mert elmentünk buliba. A buliba elmenjünk mindenféleképpen. Na, ennyi lett volna, kedves srácok, így az élmény beszámoló a hazafele menve című rovatban. Kedves Bobinzon, Kopi volt, úgyhogy nézzétek el nekem. Nekem már megvan lágy az dolog, úgyhogy ennyi lett volna. Szevasztok srácok, legközelebb jelentkezünk. Áska! Sziasztok!